Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Az a happy day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióba. Kélek benneteket, hogy a következő igéket mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett, lakozott közöttünk, és az apostolok látták az ő dicsőségét, és hisszük, hogy az ő bizonyságtevésük igaz. És a názáreti Jézus Krisztus, a megváltó, a világ üdvözítője, Istennek a báránya, aki elvette a világnak a bűneit, és meghalt mindannyiunkért, föltámadott a harmadik napon, a halálból, és az Atya jobbján ül, és közben jár mi érettünk. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztusban mindannyiunk számára megjelent Isten teljes kegyelme és igazsága. És a mai napon is bizalommal és hittel veszek erőt és veszek kegyelmet, mert az Úr Jézus Krisztus itt van közöttünk, mert megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az ő nevében, ott van. És ezért én őt magasztalom, dicsőítem a názáreti Jézus nevében. Amen. Halleluja. Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Mózes 5. könyve, 32. rész. Halljátok én nekem, egek, figyelj szavamra, föld! Tanításom záporozzon a földre, szavam hújjon, mint harmat a rétre, mint langyos nyári eső a fűre, tavaszi zápor a sarjadó vetésre. Dicsérjétek Istenünket, mert az örökkévaló nevét hirdetem. Kőszikla ő, minden tette tökéletes, minden döntése igazságos. Hűséges Isten, nincs benne hamisság, mindenben egyenes és igaz. De ez a nemzedék megromlott, már nem is a gyermekei többé. Bizony elfajzott és elvetemült nemzedék ez. Hát így viszonzod az örökkévaló jóságát, ostoba és esztelen nemzedék? Hiszen atyád ő, aki teremtett, alkotód, aki nemzetté nevelt. Emlékezz hát a régi időkre, gondold végig sok-sok nemzedék éveit. Kérdezd apádat, majd ő elmondja, és az öregeket, ők elbeszélik. Amikor a felséges örökséget osztotta nemzeteknek, mikor Ádám fiait szétválasztotta, s földjük határait kijelölte, Izrael fiainak száma szerint, akkor Jákob fiait magának választotta. Így lett Izrael az örökkévaló saját tulajdona, öröksége. Puszta földön találta, kietlen, szeles, vad sivatagban, karjával körülölelte, gondozta és óvta, mint a szeme fényét. Mint sas a fészkét oltalmazza, fiókáit védi és betakarja, majd kiterjeszti szárnyát, kicsinyeit felkapja, tulajdon tollain hordozza, úgy vezette népét az örökkévaló egymaga. Más Isten nem volt vele. Népét az örökkévaló a föld magaslatain járatta, mezők termésével táplálta, még a kősziklából is mézzel etette, kovakőből is olajjal itatta. Táplálta tehenek vajával, juhok tejével, básáni bakok, bárányok és kosok húsával, a legjobb búzával és szőlővérével, a legjobb borral. De mikor meghízott Jesúrun, gazdája ellen rugdosott. Meghíztál, Izrael, kövér lettél, elhájasodtál. Elhagytad teremtődet, az örökkévalót, megvetetted szabadításod kőszikláját. Féltékenységre ingerelték más istenekkel, utálatos bálványokkal bosszantották. Gonosz szellemeknek áldoztak, nem Istennek, más isteneknek, akiket nem ismertek.
újaknak, akik csak most jöttek, és akiket Izrael ősei sem ismertek. Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted, elfordultál Istenettől, aki világra hozott. Látta ezt az örökkévaló, és felháborodott, eltaszította haragjában fiait és leányait. Elrejtem arcomat előlük, mondta. Lássam, mire mennek nélkülem? Mert elvetemült nemzedék ez, hűtlen és álhatatlan gyermekek. Féltékenységre ingereltek azzal, ami nem Isten, felbosszantottak ostoba bálványaikkal. Hát én is féltékenyé teszem őket oly néppel, amely nem a népem. Bosszantom őket ostoba nemzetekkel. Haragom tüze lángra lobban, s mindent megemészt a Seol fenekéig. Elégeti a földet és minden termését. Fölgyújtja még a hegyek alapját is. Csapásokkal sújtom népemet, nyilaimat szórom rájuk. Éjség sorvasztja, emésztő láz és halálos járvány pusztítja. Vérengző vadak foga szaggatja. Porban csúszó kígyók mérge öldösi őket. Kívül fegyvergyilkolja népem, otthon a rettegés. Nem kímél sem férfit, sem szüzet, csecsemőt és öreget egyaránt elér. Gondoltam, szétzúzom őket egészen. Még emléküket is eltörlöm az emberek közül, ha nem tartanék az ellenség gúnyolódásától, hogy öntelten félre magyarázzák. Nem az örökké való tette ezt velük. Erős kezünk győzte le őket. Milyen értelmetlen ez a nép. Nincs köztük bölcs tanácsadó. Ha bölcsek lennének, megértenék sorsukat. Hogyan üldözhet egy ezret? Hogyan futamíthat meg kettő tízezret, ha kősziklánk nem dob oda nekik, ha az örökkévaló nem szolgáltat ki bennünket ellenségeinknek? Mert isteneik meg sem állhatnak kősziklánk az örökkévaló előtt. Még ellenségeink is jól tudják ezt. Szőlőjük Szodoma szőlőjéből származik, gyümölcsfáik Gomora kertjéből valók. Szőlőjük keserű fürtöket terem, s a szőlőszemek mérgezők, boruk, mint a sárkányok mérge, viperák gyilkos marása. Enyém a büntetés joga, enyém a bosszúállás, mondja az örökkévaló. Megőrzöm ezt magamnak, lepecsételt kincseim között. Én megfizetek nekik, s akkor elhullanak, mert közel a veszedelem napja, amely rájuk vár, és sebesen közeledik. Megítéli népét az örökkévaló, de szolgáin megkönyörül, ha látja, hogy elfogyott erejük, nincs többé sem szolga, sem szabad. Hol vannak hát isteneitek? Kérdezi tőlük. Hol van kősziklátok, akiben bíztatok? Segítsenek most bálványaitok, akik megették áldozataitok húsát, megitták az italáldozat borát. Most védjenek meg titeket, ha tudnak. Lássátok meg végre, hogy egyedül én vagyok Isten. Én vagyok, és nincs más Isten kívülem. Én ölök, és elevenítek. Megsebesítek, és meggyógyítok, s kezemből ki nem ragadhat senki sem. Fölemelem kezemet az égre, és magamra esküszöm. Amilyen biztos, hogy örökké élek, olyan biztos, hogy ezt megteszem. Villámló kardomat megélesítem, marokra fogom, megsuhintom, ítélethez fog kezem. Bosszút állok ellenségeimen, és gyűlölőimnek megfizetek. Nyilaim vértől részegednek, kardom jól lakik hússal, a megöltek és foglyok vérével, az ellenség vezéreivel. Újjongjatok ti nemzetek az ő népével együtt, mert megtorolja szolgáinak meggyilkolását. Bosszút áll ellenségein, de népét és földjét a bűntől megtisztítja. Így énekelte ezt az éneket Mózes Józsuéval együtt, Izrael egész gyülekezete pedig hallgatta. Miután Mózes befejezte az éneket, ezt mondta nekik. Szívlejétek meg, és véssétek emlékezetetekbe a törvény minden igéjét, amelyet ma elmondtam nektek. Tanítsátok meg rá gyermekeiteket is, és parancsoljátok meg nekik, hogy engedelmeskedjenek azoknak. Nem üres beszédek ezek, hanem az életet jelentik a számotokra. A törvény megtartása által lakhattok hosszú ideig azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek azt.
Ugyanazon a napon szólt az örökkévaló Mózeshez. Menj föl az Abárim hegységbe, a Nebó hegyre, amely Moab földjén van, Jerikóval szemben. Onnan tekintsd meg Kánaán földjét, amelyet Izrael népének adok, hogy birtokba vegyék azt. Ott fogsz meghalni, azon a hegyen, és pihenni térsz őseidhez, ahogyan testvéred, Áron is meghalt a Hór hegyen, és pihenni tért őseihez. Azért határoztam így, mert mindketten vétkeztetek ellenem Meribat Kádes vizénél, a Szín pusztában, amikor nem szenteltetek meg engem Izrael népe előtt. A távolból megláthatod azt a földet, amelyet Izrael népének adok, de oda nem mehetsz be. 33. rész. Ez az az áldás, amellyel Mózes, az Isten embere, nem sokkal a halála előtt megáldotta Izrael népét. Az örökkévaló a Sínai hegyről jött, a Széírről ragyogott föl, mint a hajnal, a Párán hegyéről fény lett, mint a nap, 10 000 szentje kísérte, és jobbján tűzlángja égett. Bizony szereti népét az örökkévaló, és szentjeit mind kezében tartja. Köré gyűlnek, lába elé borulnak, tanítását hallgatják és követik. Törvényt adott nekünk Mózes, örökségül Jákob népe közösségének. Király lett az örökkévaló Izraelben, mikor a törzsfők és vezetők összegyűltek. Mózes ezt mondta Rúben törzséről. Éljen, Rúben, ne halljon ki, de csak kevesen legyenek utódai. Ezt mondta Júda törzséről. Örökkévaló, hallgasd meg Júda szavát, mikor segítségért kiállt. Vezesd vissza népéhez, erősítsd meg kezét, és segítsd meg, mikor ellenségeivel küzd. Ezt mondta Lévi törzséről. Örökkévaló, a Tummimot és Úrimot Lévinek, hűséges szolgádnak adtad, akiket próbára tettél Masszában, s akikkel pereltél Meribá vizénél. Többre tartották szavadat, mint saját családjukat. Nem kedveztek szüleiknek, nem kimélték testvéreiket, sem saját gyermekeiket, hanem engedelmeskedtek parancsodnak, és megőrizték szövetséged. Ők tanítják Jákob népét az örökkévaló törvényére, Izraelt az ő határozataira. Tömjén tesznek eléd, s égő áldozatokat oltárodra. Áld meg Lévi erejét, s keze munkáját fogad kedvesen. Törd meg a derekát annak, aki Lévi ellen támad, s aki őt gyűlöli, hogy többé föl ne kelhessen. Ezt mondta Benjamin törzséről. Benjamin, akit az örökkévaló kedvel, biztonságban lakhatsz az ő közelében, körülvesz oltalmával szüntelen, s hátán hordoz, mint anya a kicsinyét. Ezt mondta József törzseiről. Az örökkévaló áldása szálljon József földjére. Adjon neki az örökkévaló harmatot a menny kincseiből, ajándékot a mélységes vizekből. Érlelje meg gyümölcseit a nap, sarjasszon neki drágaságokat a hold. Teremjenek neki az ősi hegyek jobbnál jobb gyümölcsöket, adjanak az örökhalmok bőséges aratást. Józsefé legyen a föld termésének legjava és teljessége, nyugodjon rajta annak tetszése és kegyelme, aki az égő bokorban megjelent. Szálljanak ezek az áldások Józsefre, a testvérei közül kiválasztottnak fejére. Méltósága és ereje, mint az elsőszülött bikáé, szarva erős, mint a bivajé, népeket öklel fel a föld széléig, ilyenek Efraim 10 000-ei és Manasszé 1 000-ei. Ezt mondta Zebulon törzséről. Örülj, Zebulon, mikor útra kelsz, és te is, Isakár, otthon a sátraidban. Népeket hívnak fel hegyükre, hogy igaz áldozattal áldozzanak. Tengerek gazdagságának hasznát élvezik, és a tengerpart homokjának kincseit. Áldott legyen az örökkévaló, aki kiterjeszti Gád határait. Mint ugrásra kész, zsákmányra leső oroszlán, úgy lakik Gád a helyén, s ha zsákmánytejt, szétszaggatja annak karját és fejét. A legjobb részt választotta magának, a vezető osztály része jutott Gádnak, mikor a törzsfők összegyűltek.
véghez viszi, amit az örökkévaló Izraelről határozott, végrehajtja igazságos ítéletét. Ezt mondta Dán törzséről. Dán, mint fiatal básáni oroszlán, prédájára veti magát. Ezt mondta Naftali törzséről. Bőven jut neked az örökkévaló jóságából és áldásaiból. Terjeszkedj nyugatra és délre. Ezt mondta Áser törzséről. Áldott a fiúk között Áser. Kedveljék a testvérei, s áztassa lábát olívaolajban. Védjenek bronz és vaszárak és kapuk, ne hagyjon el erőd, amíg csak élsz. Végül így dicsérte Mózes az örökkévalót. Nincs senki hasonló Istenhez, ó Jesúrun! Fenséges dicsőségében száguld az egeken, harci szekerein, a fellegeken robog, hogy segítségedre siessen. Az örökkévaló Isten hajlékod és menedéked, örök karja felkarol és megtart téged. Ellenséged szétszórja előtted, s így bíztat, pusztítsd! Biztonságban lakik Izrael népe, háborítatlan Jákob lakóhelye. Gabona és borföldjén lakik, melyre bőharmatot hullat az ég. Milyen boldog vagy Izrael, nép, amelyet az örökkévaló szabadított meg, akinek pajzsa és győzelmes kardja az örökkévaló. Nincs más nemzet, akivel így bánt volna Istene. Kegyelméért könyörögnek majd ellenségeid, te pedig a fejükre tiporsz. 34. rész. Ezután Mózes Moáb síkságról fölment a Nebó-hegységbe, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben emelkedik. Onnan az örökkévaló megmutatta neki az egész országot. Gileád vidékét, egészen Dánig, Naftali egész területét, Efraim, Manassé és Júda területét egészen a földközi tengerig, azután a déli vidéket, meg a pálmafák városának, Jerikónak völgyét, egészen Coárig. Akkor ezt mondta az örökkévaló. Látod, Mózes, ez az a föld, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígértem. Megesküdtem nekik, hogy utódaiknak adom ezt az országot. Megengedtem, hogy a saját szemeddel lásd, de oda nem mehetsz be. Ott halt meg Mózes, az örökkévaló szolgája Moáb földjén, ahogy az örökkévaló előre megmondta. Ott temette el az Úr Bét-Peorral szemben, a völgyben, de annak pontos helyét mindmáig senki sem ismeri. Mózes 120 éves volt, mikor meghalt, de életereje még ilyen idős korában is töretlen maradt, és a látása sem gyengült meg. Izrael népe 30 napig még Moáb földjén maradt, és siratták Mózest, amíg el nem telt a gyász ideje. Józsué, Núm fia, beteljesedett a bölcsesség szellemével, mert Mózes tette rá a kezét, és jelölte ki a nép új vezetőjévé. Izrael népe ezután elfogadta Józsuét vezetőjének, és engedelmeskedett neki, ahogyan ezt az örökkévaló megparancsolta Mózes által. Az örökkévaló szemtől szemben beszélt Mózessel, akit egészen bensőségesen ismert. Azóta nem támadt Izraelben hozzá hasonló próféta, aki olyan hatalmas jeleket és csodákat vitt volna véghez, mint Mózes, amikor őt az örökkévaló Egyiptomba küldte, a fáraóhoz, meg annak szolgáihoz és egész népéhez. Azóta sem volt hozzá hasonló, aki oly sok erőteljes és félelmetes dolgot tett volna Izrael népe szemelátára, mint Mózes. Józsué könyve. Első rész. Mózes az örökkévaló szolgája volt, Józsué, Núm fia pedig Mózes segítője. Miután Mózes meghalt, az örökkévaló megszólította Józsuét. Mózes, az én szolgám, meghalt. Ezért most te indulj el, kelj át a Jordánon, és vezesd át az egész népet arra a földre, amelyet Izrael népének adok. Ahogy Mózesnek megígértem, nektek adok minden helyet, ahová csak léptek. Tietek minden terület délfelé a sivatagig, északra a Libanon-hegységig, kelet felé az Eufrátesz folyóig.
tiétek a hettiták földje, és nyugat felé az egész föld a nagy tengerig. Foglald el azt a földet, mert amíg csak élsz, senki sem tud ellenállni neked. Veled leszek, ahogy Mózessel is voltam, és soha nem hagylak magadra. Légy bátor és erős, mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, hogy birtokba vegyék örökségüket. Megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom azt a földet. Csak légy erős és nagyon bátor, hogy minden teljesen aszerint a törvény és tanítás szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám rendelt el a számotokra. Ne térj el attól se jobbra, se balra, akkor minden sikerülni fog, amihez hozzáfogsz. A törvénykönyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik. Ne feledd, én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor. Istened az örökké való van veled, akárhová mész. Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Ezután Józsué megparancsolta a sereg tisztjeinek. Menjetek végig a táboron, és hirdessétek ki ezt a parancsot. Készítsetek magatoknak útravalót, mert 3 nap múlva átkelünk a Jordánon, hogy elfoglaljuk és birtokba vegyük azt a földet, amelyet az örökkévaló ad nekünk. Rúben és Gád törzsének, meg Manasze fél törzsének ezt mondta Józsué. Emlékezzetek, hogyan rendelkezett Mózes az örökkévaló szolgája. Istenünk, az örökkévaló, nektek adta ezt a földet, a Jordán innenső oldalán, amelyet kértetek. Így feleségeitek, gyermekeitek, meg állataitok már letelepedhettek, és megnyugodhattak a saját birtokaikon, amelyet Mózes kijelölt a számotokra. De ti férfiak, akik fegyverforgató harcosok vagytok, menjetek tovább. Izrael seregének élénkeljetek át a túlpartra, hogy testvéreiteket segítsétek a harcban. Addig ne is térjetek vissza a saját birtokaitokra, amíg testvéreitek el nem foglalják a maguk területét, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nekik, és nyugalmat nem ad nekik, ahogy ezt veletek már megtette. Azután majd ti is hazatérhettek a saját földetekre, amelyet Mózes, az örökkévaló szolgája adott nektek a Jordán keleti oldalán, és letelepedhettek ott. Ők így feleltek. Így lesz! Mindent megteszünk, amit parancsolsz nekünk, és ahová küldesz, oda megyünk. Engedelmeskedni fogunk neked mindenben, ahogy a Mózes szavát megfogadtuk. Csak Istenünk az örökkévaló veled legyen, ahogy a Mózessel is volt. Ha valaki mégis lázadna ellened, vagy nem akar engedelmeskedni szavadnak, az halállal lakoljon. Csak légy bátor és erős. Oh, happy day. Következik Németh Sándor napi üzenete. Pedig nagy ajándékám, hogy valaki által megy a halálból az életre. Óriási ajándék, hogy az embernek a nevét beírja Isten az örök életbe, és tudja, hogy most már mennybe megyek, ha most kellene elköltöznöm, akkor nálam a pokol cellám be van zárva, ki van adva másnak. Előttem a menny kapuja nyílik meg, mert tudom, hogy kiben hiszek, ismerem a megváltómat, szabadítómat, állandóan kész vagyok, akármilyen, ha valaki azt mondja, örülj az Úrnak, örvendezél, dicsérd az Urat, nem kell állandóan kurbliznom magamat, hogy újra a fölszintről, illetve a bányából följöjjek, hanem egyből át tudom adni a szívemet, a lelkemet Isten magasztalásának, dicséretének, és így tovább. Tehát folyamatos benn van a szellemem és a lelkem Istennek a jelenlétébe, és ezért állandóan tapasztalom, ahogy újra az Úr fele fordulok, az üdvbizonyosságnak a belső örömét, mert a Szentlélek folyamatos bizonyságot tesz a szellemeddel együtt, hogy Isten gyermeke vagy, és ezt a bizonyságot átjön a tudatodig, feljön a tudatodig, a külső éned is érzi, különösen, hogyha leülsz,
elfordulsz a hétköznapi munkától, természetesen az végezni kell, és abban nagy szerepet játszik a külső embered, de amikor befejezed a foglalkozásodat, a mérnöki munkádat, a pedagógusi munkádat, az orvosi munkádat, stb., leülsz, kiengeded a bensődet, elfelejted a napi ügyeidet, gondolataidat, és már is ott vagy az Úrnak a jelenlétében. Miért? Mert a berlini fal leomlott már az életedben. Nincs az a sötét szellemi fal már, ami tégedet elválaszt az Istennek a jelenlététől. Ámen. És nem azért imádkozol állandóan küszködve, Sziszifuszhoz hasonlóan, aki ugye a hegy csúcsra görgette a kősziklát, tehát nem azért imádkozol, hogy erőlködj, hogy visszaerőlködj magadat az Isten jelenlétében, hanem azért imádkozol, mert konkrét célod van. Áldásért, stb. De eleve az imád úgy kezdett, hogy benne vagy már a Szent Szellemben, benne vagy az Úrnak a jelenlétében. Mert azt nem veszíted el. Azt mondja Isten igéje, hogy a Szentlélek úgy költözik belénk, hogy bennünk marad. Nincs víz. A zavargások közben valahogyan megszakadt a vízellátás. Nem volt időm a következmények latolgatására. Csupán egyetlen dolog számított. Vissza kell jutnom a lakásba, Tikvához. Visszafelé is ugyanazzal az irammal és ugyanolyan nesztelenül tipegtem, ráadásul a vödör is épp olyan üres volt. Tikva még mindig aludt. Én pedig újra lefeküdtem, és megpróbáltam kitalálni, miként birkozzak meg a helyzettel. Valahogyan mindenképpen vízhez kell jutnunk. De hol találhatnék vizet? Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. 12. fejezet. Az ostrom. Csupán egyetlen lehetséges hely jutott eszembe, Radcliffe kisasszony háza. Nekik ugyanis saját ciszternájuk van, így nincsenek kiszolgáltatva a városból érkező vezetékes vízellátásnak. Gondolatban felvázoltam, mire kell számítanom, ha nekivágok az útnak. A távolság ugyan alig másfél kilométer, az viszont szinte biztos, hogy számtalan úttorlasz magasodik arra felé. Ez pedig azt jelenti, hogy nem vihetem a babakocsit, vagyis a nyakamban kell cipelnem Tikvát. Úgy félúton vége szakad a zsidó lakóövezetnek, és arab területre érek. Itt kell a legnagyobb veszélyre számítanom, mivel bizonyos, hogy mindkét oldalról azt figyelik, látnak-e mozgásra utaló jeleket a másik oldalon. De mikor is induljak? Úgy határoztam, Istentől kérek jelet erre vonatkozóan. Uram, add, hogy Tikva egészen addig aludjon, amíg el nem érkezik az indulás ideje. Amint felébred, tudni fogom, hogy útra kell kelnünk. Legnagyobb meglepetésemre Tikva aznap reggel a szokásosnál jóval tovább aludt. Mialatt arra vártam, hogy felébredjen, óvatosan még egyszer felmértem a terepet az ablakból. Még mindig ugyanaz a halotti csend. Ekkor hirtelen egy férfi tűnt elő az egyik házból a Jaffa út túlsó végén. Szapora léptekkel átsietett az utca túloldalára, közben lehajolt annyira, hogy a barikádok takarásában maradjon. A másik oldalra érve aztán hirtelen eltűnt egy sikátorban a házak között. Vitt valamit a kezében, de nem tudtam kivenni pontosan mit is. Talán botot, esetleg puskát? Ezen kívül semmilyen más mozgásra utaló jelet nem láttam. 7:30 táján Tikva felébredt. Mama, tejet, mondta azonnal, de persze már egy cseppet sem tudtam neki adni. Kiemeltem az ágyból, és a nyakamba ültettem. Csalódott arcocskája erre azonnal felvidult. Megint játszani fogunk a mamával, gondolhatta. Mielőtt lementem a lépcsőn, elsuttogtam egy rövid imát. Úr Jézus, óvi meg bennünket! Hirtelen Erna Storm levelének záró sorai jutottak eszembe. De mi a 34. Zsoltár 7. versének ígéretét valljuk meg rád vonatkozóan,
Az úrangyal a tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Amikor levelét olvastam, még nem tudtam, mennyire szükségem lesz erre az ígéretre. Végül Tikvával a nyakamban elindultam Muszrara felé. Ő annyira jevezte ezt a helyzetet, hogy kezével a homlokomon tapsikolt. Már a kora reggeli nap is szinte kínzó hőséget árasztott, ahogyan a bereteszelt házakra és az üres utcákra tűzött. A titokzatos csend azonban még a forróságnál is félelmetesebb volt. Már egy kutya vagy macska látványának is megörültem volna. Úgy 100 méterenként egy-egy újabb, kövekből és egyéb törmelékekből emelt barikádhoz érkeztem. Nagy kinkeservekkel félig mászva, félig kúszva igyekeztem átverekedni magamat rajtuk, miközben Tikva végig a nyakamban ült. Úgy 800 méter megtétele után egy olyan torlaszhoz érkeztem, ami mintegy 60-80 centivel magasabb volt az előzőeknél. Ez jelezte a zsidó-arab terület közti határvonalat. Elkezdtem átmászni rajta, de félúton megcsúszott a lábam az egyik kövön, és az alattam meginduló kőtörmelékkel együtt visszacsúsztam a barikád aljára. Tikva kis híján leesett a nyakamból. Minden erőm elfogyott, ezért letettem a földre, én pedig leültem mellé egy kőre. Abban biztos voltam, hogy egyedül átverekedném magamat valahogy a torlaszon, de hogyan emeljem át Tikvát? Ekkor hirtelen úgy kezdtem érezni, hogy nem vagyok egyedül. Minden izom megfeszült a testemben. Ahogy hátrafordultam, egy fiatalemberrel találtam szemben magam, aki néhány méterre állt előttem az úton. Sikítani akartam, de mielőtt egyetlen hang is elhagyhatta volna a számat, a fiatalember felemelte Tikvát, és ugyanúgy a nyakába ültette, ahogyan én szoktam. Ezt követően Jáci könnyedséggel átmászott a barikádon. Tikva nélkül már nekem is sikerült átevickélnem a túloldalra, amint átértem, a fiatalember útnak indult. Tikva még mindig a nyakában ült, én pedig néhány méterrel lemaradva a nyomukban haladtam. Miközben próbáltam megfejteni, mi is történik valójában, a fiatalember egyre szimpatikusabb lett. Körülbelül 180 centi magas lehetett, és európai stílusú, fekete öltönyt viselt. Abban biztos voltam, hogy nem arab, esetleg zsidó. De honnan jöhetett, és hogyan termett ott hirtelen mellettem? A leginkább Tikva viselkedése lepett meg. Általában, ha ölbe próbálta venni egy idegen, azonnal sírva fakadt. Most azonban még csak nem is nyafogott, amióta a fiatalember a nyakába ültette. Ugyanolyan megelégedettséggel ücsörgött a vállán, ahogyan az enyémben szokott. Sőt, láthatóan nagyon is élvezte a szokatlan helyzetet. A fiatalember közel 1 kilométeren keresztül jött velünk. Egyetlen egyszer sem kérdezte meg, hogy merre menjen, hanem teljes magabiztossággal tartott Muszrara felé. Amikor egy-egy újabb barikádhoz érkeztünk, ő mászott át elsőként, majd a túloldalon megvárta, míg én is biztonsággal átérek. Végül pontosan Radcliffe kisasszony háza előtt állt meg. Levette Tikvát a nyakából, azzal megfordult, és visszament azon az úton, amelyiken jöttünk. Egyetlen szót sem szólt az út során. Köszönés nélkül jött, és így is távozott. Egy pillanat alatt eltűnt a szemem elől. A karomba vettem Tikvát, közben pedig még mindig azon töprengtem, hogy valóság volt-e mindez, vagy csupán álmodtam. Felsétáltam a lépcsőn Radcliffe kisasszonyházának bejárata elé, és dörömbölni kezdtem az ajtón. – Ki az? És mit akar? – szólt ki egy hang arabul. – Christensen kisasszony vagyok! Mária, kérem, engedjen be! – Christensen kisasszony! – sóhajtott jókorát Mária. Majd hallottam, hogy bekiabál a házban lévőknek. Christensen kisasszony az! Itt áll az ajtóban! Erre nagy csörgés-zörgés támadt odabent. Félretolták az ajtó elé vonszolt nehéz bútorokat, és kinyitották az árat.
Végül kitárult az ajtó, és Mária kivette a kezemből Tikvát. Hála Istennek, hogy épségben vannak, szólalt meg Radcliffe kisasszony Mária háta mögül. Már 2 napja önökért izgulunk. Hirtelen úgy éreztem, nem bírom tovább. A lábam mindjárt felmondja a szolgálatot. Utolsó csepp erőmmel elvonszoltam magam a díványig, és lerogytam. Kérem, hozzanak vizet, mondtam. Mária erre karján Tikvával kirohant, majd egy perc múlva egy pohár vízzel tért vissza. Még soha életemben nem ittam ennyire finomat. Mellesleg hogyan sikerült eljutnia ide? Kérdezte Radcliffe kisasszony kíváncsian. Mi ugyanis felhívtuk a rendőrséget, és megkértük őket, küldjenek el egy járőrt önért. Ők azonban azt felelték, hogy lehetetlenség átjutni Mahanel Yehudára. Erre részletesen beszámoltam az út során történtekről és a segítségemre érkező fiatalemberről. Elhamdin Allah, kiáltotta el magát Nijmek, miközben örömében tapsolni kezdett. Meghallgatta Isten az imámat. Arra kértük, küldjön egy angyalt az ön védelmére, és ezek szerint meg is tette. Oh, happy day! Nekünk is megadatott az a hatalom, amivel az a sötétség birodalmát háttérbe lehet szorítani, a betegségeket, a démoni befolyásoltságot, nátkokat, és elkezdünk azzal élni, hittel imádkozunk, megtesszük azt, amit tudunk tenni, ha kell, akkor más segítséget is igénybe veszünk. Tehát ha akarunk, akkor tudunk segíteni, ha akarunk együttműködni a Szentlélekkel. Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Kedves hallgatók, elérkeztünk az igeidőhöz. A mai vendégem Szekeres György, a Híd gyülekezete lelkésze. A témánk pedig az együttérzés, azaz empátia Krisztusnál és nálunk hívőknél. Gyuri, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és én is nagy szeretettel köszöntelek téged is, és minden kedves hallgatónkat. Az Isten jósága az, ami minden embert megtérésre indít, és ezért, ha Isten jósága rajtunk keresztül meg tud nyilvánulni, akkor nagyon sokat tudunk abban tevékenykedni, hogy az Isten birodalma, uralma kiterjedjen, és egyre több embernek az életét áthassa, egyre több ember kiszabaduljon a sötétségnek a birodalmából, és Isten ebbe akar használni bennünket. És ahogy említettem az előbe, az életnek minden területén nagyon fontos, hogy készek legyünk az együttérzésre, az együttműködésre, hogy ne csak az orrunk hegyéig lássunk, ne csak a saját áldásainkat keressük, hanem akarjunk áldás is lenni, hiszen Ábrám áldásai közé tartozik az, hogy áldott leszel, meg az is, hogy áldás leszel. És ezt a feladatunkat csak úgy tudjuk betölteni, hogyha nem egocentrikusak vagyunk, nem csak magunkkal foglalkozunk, hanem igyekszünk másokon segíteni. Például a közösségünkön, például a gyülekezetünkön azzal, hogy kérjük az 1%-át valakitől, és azt is rendelkezésére bocsátjuk a közösségnek, hogy azzal is erősödjön a társadalmi ismertségünk, és egyre több emberhez eljusson az, hogy az evangéliumnak vannak nagyszerű képviselői Magyarországon. Tehát, hogy ne legyünk közömbösek, közösségünknek az érdekeivel kapcsolatosan sem, és vagy a családon belül is rendkívül fontos, hogy ne csak vacsorát akarjak kapni, amikor hazamegyek, hanem vigyek is haza valamit az asszonynak, aki főzi a vacsorát, mert neki is szüksége van arra, hogy kapjon, nem csak nekem. Tehát, hogyha ilyen szemmel nézzük a család tagjait, házastársainkat, a gyermekeinket, akkor biztos, hogy mindenki profitál ebből, nem csak az, aki kap, megkapja a figyelmet, megkapja az együttérzést, hanem az, aki adja, mert Jézus azt mondta, hogy jobb adni, mint kapni.
De én hangsúlyozom, hogy nem a humanizmus szeretném erősíteni, de úgy érzem, hogy az utóbbi időben beszélgetve az emberekkel, egy kicsit, mintha ebből kevés lenne a közösségben, és szerintem nagyon fontos lenne ezt az irányt, ezt az oldalt krisztusi módon megerősíteni, és akkor biztos, hogy jobban föl fog tudni szabadulni a Szent Szellem ereje és hatalma, hogyha mi ebben együttműködünk. Ugye beszélgetem egy barátommal, aki hát eléggé, hogy mondjam, forgott a köztudatban, és hosszasan a gyülekezetben, de valamilyen betegség folytán sokáig nem tudta eljönni, és hát ő elmondta nekem, hogy hát nem sokan keresték ez alatt az idő alatt, pedig mondom, köztudatban forgó szeméről volt szó, tehát nem egy ilyen szerény és visszahúzódó emberről, és hát ez is elgondolkoztatott engem, hogy ugye ne csak addig legyünk jobban valakivel, amíg ugye az közös érdekeink ezt megkívánják. Figyeljünk oda, ahogy Jézus is odafigyelt, hogy van valami baj annak az embernek, és ha volt valami baja, akkor azon igyekezett változtatni, megszabadítani és megsegíteni. Úgyhogy én azért gondoltam, hogy beszélek erről egy kicsit, mert magamnak is jót tesz, meg én remélem azt, hogy másoknak is, akik hallgatják ezt, egy kicsit elgondolkoznak ezen a témán. Egyébként ezt nehéz felismerni, hogy az ember nem túl empatikus. Például, hogyha olyan családból jön, ahol ő volt a figyelemnek a középpontjában, akkor mennyire egyszerű felismerni, hogy nem vagyok túl együttérző másokkal, hogy a figyelmem középpontjában én magam állok, és nem a többi ember. Hogyan tudja az ember egy kicsit kívülről nézni saját magát? Hát, ha valakit szeret Isten, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy belekerüljön olyan élethelyzetbe, amikor ezt muszáj neki felismerni. Például egy hasonló helyzetben, amiről beszéltem, hogy egy fordulat, egy törés következtében egyszer csak kikerül a figyelemnek a középpontjából, és rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy hú, most egy kicsit egyedül maradtam, és oda a kényeztetés, vége van ennek, és hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ugye persze lehet választani azt, hogy depresszióba zúg az ember ilyenkor, meg menekül valahova, de hát az se vezet sehova, de ha az Úrhoz menekül az ember, és megtanulja a leckét. Tehát Isten nagyon jó pedagógus. Ő, amennyire én látom, az a saját életemben is, ha minden, azt mondja az ige, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra válik. Tehát még a nagy bajokból, nehéz helyzetekből is ki tud úgy jönni az ember, hogy profitál belőle, mert ez az Istennek ilyen, tehát ez is az ő együttérző képességéből fakad, hogy ő tisztában van vele, hogy mikor tud minket finoman, egyszerűen tanítgatni, és mikor van szükség esetleg egy ilyen pálcázásra, amikor a botjával és a veszélyével kell, hogy vigasztaljon bennünket. Egyébként még egy dolog feltűnt, érdekes volt, hogy maga Jézus Krisztus is, ugye, ahogy mondtam, hogy azért lett emberré, hogy az emberi sorson tudjon segíteni, és be tudja vezetni az embereket Isten uralma alá, de ő róla is azt mondja a 42. része Ézsaiásnak, hogy íme az én szolgám, akit gyámolítok. És Krisztus maga is, amikor emberré vált, rászorult az Atya gyámolítására segítségére, és ezért is kente föl őt Isten. És ugye egy nagyon szerény, visszahúzódó életet élt, nem lármázott, nem kiabált az utcán, ahogy olvassuk ott, és odafigyelt a pislogó gyertya vérre, és a törött nátszára, hogy ezeket nem törte el, nem oltotta ki, tehát ugye már ebben a proféciában is benne van a Krisztusnak az együttérző képessége, és valóban így volt, még a halottak felé is meg tudott indulni, és föl tudta támasztani őket, és ugye, hogy átérezte a nővéreknek a gyászát, amikor ugye Lázár barátja is meghalt, és milyen együttérző volt, és
még ott olvassuk, talán máshol nem is, hogy sírt. Tehát én azt gondolom, hogy Krisztusnak ez a képesség, most nem szeretnék mindenkit ilyen sírós keresztényé tenni, remélem nem ez jön le az üzenetből. De én azt gondolom, hogy az, hogy érzelemmentesen éljük le a hívő életünket, és tovább menjünk, úgyhogy észre se vesszük egymásnak a gondját, baját. Ez szerintem nem teljesen kóser. Megváltozik a szív, amikor az ember együttérző? Illetve hogyan reagál annak a szíve, aki nyomorúságban van, és empatikusan fordulnak felé? Mindenképpen, ahogy említettem is, nagy áldás az, amikor egy ilyen bajban lévő ember és magára utalt ember kap hirtelen segítséget, még akár úgy, hogy már rég lemondott róla, de mégis Isten küld segítséget. Én ezt nagyon sokszor átéltem, és nagyon-nagyon megérintett ezzel, tényleg Isten szeretete és Isten jósága. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen embernek a szíve mindenképpen jobb lesz, és még ha egy kicsit össze is volt törve előtte, az nem probléma, mert a töredelmes szív az Isten számára kedves, és könnyebb egy töredelmes szívvel szót érteni Istennek, mint egy kemény szívvel. És aki segít, szerintem mindenképpen az ő szíve is jobb lesz, hiszen jobb adni, mint kapni, és amikor a hála megjelenik a másik embernek a szemében, vagy megköszöni, akkor vagy látja őt is Isten uralma alatt, fel, ahogy a Sántát is az ékes kapuban, amikor meggyógyították az apostolok, utána felugrált, és dicsőítette Isten. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagy benyomása volt az apostolokra is, hogy látták az Isten kezét működés közben, és látták meggyógyulni ezt az embert, és látták, hogy ez az ember is már nem kiszolgáltatottan koldul, hanem az Isten dicsőíti a jeruzsálemi templomba. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó, hogyha meg tud nyilvánni az Isten kegyelme. De ahogy említettem is, tehát nem lehet külön választani az Isten igazságosságát és az Isten szeretetét és kegyelmét. Tehát ez mind a kettő együtt működik, akkor jó, akkor helyes, akkor van egyensúlyban, és akkor nem torzul el az embernek a személyiség, és akkor nem egy ilyen kolduló baráttá válik, aki állandóan koldulja a kegyelmet, a mások együttérzését, mások segítségét, mások szeretetét, hanem mikor megkapja az Úrtól, akkor utána beforgatja az Isten országába, és építő emberré válik, és megtér, elhagyja a bűneit, megszabadul, meg akar szabadulni a démonoktól, és be akarja tölteni az Istennek az igazságát. Tehát ez így kerek, tehát ezt így tessék érteni, nem szerettem volna ezt külön választani, kiragadni ezt az igazságot. Milyen cselekedetekben nyilvánul meg akkor az empátia? Már néhányról volt szó. De mi az, amire tudunk figyelni, és az elején akár tudatosan is alkalmazni ezeket? Amikor felismerjük, hogy hát igen, ezen a területen még van mit fejlődni, és szeretnénk változtatni rajta. Ez egy nagy gyülekezetben nem olyan egyszerű, mert nagy a tömeg. De lehet szolgálni, és ott viszont már kisebb csoportok vannak. De egyébként is feltűnhet egy nagy gyülekezetben is az, hogyha valaki például nem jön uzamosabb ideig, vagy akár, ahogy mondod, a szolgálati környezetben feltűnik, hogy nem jön, és nem tudok róla, és egy telefon már kifejezhet egy együttérzést, hogy vagy, meg remélem jól vagy, remélem nincs bajod, stb. Tehát ez már nagyon sokat jelentett annak, aki tényleg otthon van, magára maradtan, vagy egy kedves kis tábla csokoládé, ha látja az ember, hogy nehézségekkel küzd az ember életében, problémái vannak, vagy buzdító ige, de bátorító
szó ima érte, közbenjárás érte, vagy böjtölés érte. De, tehát nagyon sok módon megnyilvánulhat a segíteni akarás, az együttérzés, és a Szentlélek nagyon leleményes ebben a tekintetben. Én nem tudok, és nem is akarok recepteket adni, de az ember nyitott szemmel olvassa az evangéliumot, nyitott szemmel jár a gyülekezetben, forgolódik, akkor biztos, hogy számtalan lehetőség nyílik rá, vagy például a jótékonykodás az egy ilyen terület, amit azért elég aktívan végez a gyülekezet, és ez is nagyon sok embernek tud segíteni, hogyha egy használt ruhát elviszünk például a hiszbe, hogy ezt az olyan helyre jusson, hogy azon esetleg valaki örül és melege lesz télen, és nem fog fázni, vagy más módon alamizsnát ad az ember egy rászoruló embernek. Tehát nagyon sok lehetőség van erre. Nyilván nem ez az elsődleges istenkeresési mód és csatorna, de én azt gondolom, hogy kizárni sem egészséges. Ahogy haladunk előre az időben a korszak vége felé, te hogy látod, hogy egyre nehezebb lesz együttérzőnek lenni? Én azt gondolom, hogy igen, és ahogy mondtam az elején, hogy ezt meg kell harcolni, tehát a hitnek a harcához ez is szerintem hozzátartozik, hogy nem szabad hagyni, hogy értékes dolgok kihújjanak az életünkből. Tehát most gondolok például arra, hogy a családra nagyon nagy hangsúlyt kell tenni, mert ugye egy nagyon nagy támadás alatt van a család itt az utolsó időkben, ezt látjuk a világ részéről is. Tehát nem szabad hagyni, hogy mivel egyre többet kell dolgozzak azért, hogy megéljek, ezért most nem törődök a feleségemmel, nem törődök a gyerekeimmel, tehát ezt nem szabad megengedni, hanem Istenhez kell kiáltani, hogy ami embernek lehetetlen, Istennek az lehetséges, tehát ő lépjen be, nyúljon be, formáljon valamit, alakítson valamit, hogy jusson mindenre elegendő figyelem és idő és energia. És én azt gondolom, hogy azokat a dolgokat, amiket nehezebb megvalósítani, beilleszteni a napi terveinkbe, programjainkba, azokat is fontos mégis valahogy megoldani, és hát ezért is kell az Urat keresni, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, és nem maradjon el semmi, ami fontos. Tehát nem lehetünk közömbösek. Ugye, ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szeretjük azt, a testvéreinket, hogyan szeretjük azt, akit nem látunk. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok tanítása van a Szentírásnak arra, hogy igenis álljunk meg, és ne rohanjunk, mint a mérgezett egerek egész nap, hanem vegyük észre, hogy mik a fontos dolgok. És a Szentlélek azért jött, hogy elvezesse minket minden igazságra, és bizony megszólaltassa azt a csengőt, vagy felgyújtsa azt a lámpát akkor, amikor szükség van rá. Csak nekünk fontos tele lenni jó Szentlélekkel, hogy ezt észrevegyük. Van olyan helyzet, amikor nem az empátia a helyes viszonyulás? Igen, mindenképpen, különösen akkor, ha ezzel valaki vissza akar élni, akkor ennek ellene kell állni. Tehát nem, ha valaki utazni akar másoknak a jó indulatára, ha például nem akar dolgozni, hanem állandóan kéreget, hogy ő szükségben van, stb. Igen, ez lett volna a példa. Például az utcán az ember lát kéregető embereket, akkor... Igen, tehát nagy különbség van azok között, akik nem tudnak egészségi állapotuk miatt, valami miatt nem tudnak dolgozni, bár szeretnének, és azok között, akik nem is akarnak dolgozni, hanem azt akarják, hogy amit te dolgoztál és kerestél, hogy azt hozd meg vele, hogy ő ezt a henyélő életmódot tudja folytatni. Hát ilyenkor nagyon fontos, hogy az igazság felülkerekedjen, hiszen azt mondja Isten, igen, aki nem akar dolgozni, az ne is egyen. Tehát azoknak nem kell adni enni pénzt, hanem azoknak azt kell mondani, hogy figyelj, barátom, megvan mind a két kezed, megvan mind a két lábad, menj el, kevés munkaerő van az építőiparban sok helyen, menjél, dolgozzál,
és fogsz kapni fizetést, és akkor lesz miből megélned. És ez nem szeretetlenség, meg ez nem közömbösség, hanem ez az igazságnak a szeretete. Tehát azért a bűnt nem szabad támogatni, ezt nem szabad pártolni, ha valaki italra kér pénzt, vagy cigarettára, hát én inkább akkor azt mondom, hogy nem. Maximum veszek neki egy kiló kenyeret, hogy ne halljon éhen, de pénzt nem adok. Tehát vannak olyan helyzetek, amiket a Szentlélek megmutat, de akár egy rövid beszélgetésből is kiderül, hogy mikor nem kell ebbe bele szállni, ebbe a buliba. Akkor ez az együttérző, ez a feltétlen együttérzés, talán így mondanám, akkor ez inkább testvérek, hívők felé kell, hogy meglegyen az emberben. Nem feltétlenül csak, hanem mert ahogy mondtam az előbb is, hogy még amikor bűnösök voltunk, Isten akkor attól odaértünk a fiát, tehát az együttérzés az nem akkor kezdődött, amikor megtértünk, hogy elszülettünk, betöltekeztünk Szentlélekkel, hanem még ezt megelőzően jól lehet, ő látta a szívünket, hogy majd meg fogunk térni, de én azt gondolom, hogy... Ez egy megelőlegezett. Ez így van. De én azt gondolom, hogy nem tudja az ördög becsapni az embert, hogyha figyelünk a Szentlélekre. Tehát oda tudunk disztingválni, hogy kik azok, akiken érdemes segíteni, akiknek ez egy vetés lesz az életében, és meg fognak térni. Hát én mai napig nem felejtem el, hogy fogadtak engem a budaörsi gyülekezetben. Én egy szakadt, hosszúhajú, csatakos, csimbókos, cigi, füstös emberként, hát nem voltam túl vonzó személy, nem is voltam úgy öltözve, de mégis akkora szeretettel mosolyogtak rám, nevettek rám, kedvesen fogadtak, beültettek az első sorba, azt hittem elsüllyedek, de hát szám, ez egy megelőlegezett dolog volt, nem érdemeltem meg semmit belőle, de megérintett, és úgy megérintett, hogy mondom, a mai napig ezt én nem felejtem el. Hány éve? Hát nehezet kérdeztél. 85-ben volt, számolt ki. 34. És még mindig milyen élénkeni a benned ez az emlék? Igen, és még nagyon sok minden, amikor az Úr embereken keresztül jót tett velem, ezeket nem felejti el az ember. Tehát ezek érintések. Isten országáról, Isten erejéről, dicsőségéről és szeretetéről. Ha az publikus, akkor elmesélnéd azt is, hogy milyen volt, amikor te voltál együttérző, amikor például az Úr egy különleges módon vezetett valaki felé? Hát többször előfordult az, hogy bementem olyan reménytelen állapotban lévő betegekért imádkozni, akik már nem is nagyon voltak maguknál, eszméletnél, gépen voltak, és így lehetett látni, hogy tényleg, ha Isten nagy csodával, teremtő csodával nem avatkozik be, akkor hát nem sok a remény természetes szinten az állapota felől, és még látványnak is, hogy mondjam, erőpróbáló volt, és mégis adott az Úr hitet is, erőt is, reménységet is imádkozni érte, és nyilván nem csak a fizikai felépülésért imádkozott ilyenkor az ember, hanem hogy a lelke, szelleme megkapja az Úrtól a fényt, még akkor is, ha esetleg nem volt magánál, és annyira ki volt szolgáltatva talán jobban, mint az a gutaütött, mert az talán nem volt ekkora leépült állapotban. De én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. Nyilván nem felüdítő látványok ezek, meg emlékek, de nagyon fontosak, és remélhetőleg vannak jó gyümölcseik is. Ezek talán a legnehezebb élethelyzetek, amikor az ember ezekkel szembenéz. Meg utána a hála is követi az emberben, hogy nem én vagyok ilyen helyzetben, hanem talán, hogy én tudok valamilyen szinten segíteni, és közben járni a mindenhatónál érte. Ez így van, de ugyanakkor ez is egy ilyen vegyes érzés, mert
Mert az is eszébe jut az embernek ilyenkor, hogy bármikor lehetek ilyen helyzetben is, vajon, hogy Istennek mekkora nagy kegyelme, hogy nem vagyok, és hogy megőrzött engem, és hogy kívánja az ember, hogy ez az ember is kikerüljön ebből a szituációból, és hogy minél kevesebb jusson be ebbe az élethelyzetbe, és hát ezért kell figyelnünk az Úrra, foglalkozunk vele, keresnünk az Urat, meg egymással is foglalkozunk, egymásnak is segítenünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy lehetőségem nyílt rá. A mai igeidőben az empátiáról hallhattatok, a vendégem pedig Szekeres György volt. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.